Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió félhatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Május 7-e van, Gizella névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. A VMS 8 államtitkára a magyarság számára fontos ügyekért fog dolgozni a következő mandátumban is, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádióban dr. Pásztor Bálint. Szerbiában tárgyal majd Xi Jinping, kínai elnök. Letette az elnöki esküjét Vlagyimir Putyin. Oroszország régi új elnöke ezzel hivatalosan is megkezdte 5. ciklusát. Nem jött létre a tűzszünet Izrael és a Hamas között, bevonult Rafahba az izraeli hadsereg. A Vajdasági Magyar Szövetség 8 államtitkára a magyarság számára fontos ügyekért dolgozik majd a következő mandátumban is, de általános Szerbia szintjén is fontos ügyekkel is foglalkoznak, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke kiemelte, hogy a közelgő önkormányzati választások tekintetében intenzív kampányra kell számítani az időszűke miatt, hiszen 6 hét eseményeit 3,5 hétbe kell besűríteni. Emellett szabadkai és országos jelentőségű fejlesztésekről is beszélt. A Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárai a magyar érdekekért fognak harcolni, de szerbiai szintű ügyekből is tevékenyen kiveszik majd a részüket. Ezzel is bizonyítva szakmai rátermettségüket, mondta a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke és köztársasági frakcióvezetője kifejtette, hogy a változás az előző kormány munkájában való részvétel összetételében annyi, hogy az igazságügyi minisztérium helyett most a gazdasági minisztériumba kértek államtitkári helyet, ugyanis az igazságügyi reform befejeződött. Akkor tudnak magyar ügyben sikeresen eljárni, ha a miniszterük azt látja, hogy más ügyekben is lehet rájuk számítani. Elsősorban az ő feladatuk az, hogy a mi projektumainkat vigyék sikerre, de ha nagyobb a megbecsültség, akkor a sikerre is nagyobb az esély. És például Kern Imre olyan fontos projektumokat vezényelt le államtitkári időszakában, mint a vasútfejlesztés, amely nem csak Vajdaságra terjed ki, vagy a Szurcsinob renovációt, és így tovább. Tehát fontos, hogy a miniszterek azt lássák, hogy a mi államtitkáraink, ahogy el is mondtam, valóban szakmailag is megállják a helyüket, és lehet rájuk számítani. A politikus az önkormányzati kampányról is beszélt. Elmondta, hogy intenzív időszak elé nézünk, mert 6 hét eseményeit kell 3,5 hétbe sűríteni. Magyar Kanizsa, Topolya és Zenta tekintetében a VMS szeretné megőrizni a polgármesteri pozíciókat, több helyen pedig erősíteni a jelenlegi erőiket, esetleg polgármestereket adni. Szabadka tekintetében pedig dr. Pásztor Bálint elmondta, hogy teljes mértékben egyértelmű, hogy a jövőben is a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt fogja irányítani a várost, hiszen ez így természetes lévén, hogy ez egy több nemzetiségű önkormányzat, amelynek vezetésében ott kell, hogy legyenek a szerbeknek, illetve a magyaroknak is a képviselői. A VMS elnöke arra is rávilágított, hogy van rá esély, hogy akár a magyar párt adja a polgármestert, mert sokat tettek a városért. Amennyiben a Vajdasági Magyar Szövetség kapja a legtöbb szavazatot, amire én látok esélyt, hiszen mi voltunk az a politikai párt, amely az elmúlt 4 évben is bizonyította azt, hogy lokálpatrióták vagyunk, ismerjük a várost, ismerjük és szeretnénk megőrizni a városnak a lelkületét, az épített örökségét, Palicsot fejleszteni, és egyenrangú módon fejleszteni a helyi közösségeket, az összes helyi közösséget, ahol amelyek közül néhány azért az azt megelőző mandátumokban háttérbe szorult. Éppen ezért én számítok mindenképpen a szabadkai magyaroknak a szavazatára, de arra is azt gondolom, hogy számíthatunk, hogy esetleg a velünk élők közül is valamennyien fölismerik azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség politikája képviseli azt a Szabadkát, amelyet nagyon sokan nemzeti hovatartozástól függetlenül ebben a városban szeretnek. Ebben a mandátumban, hogyha összeadjuk a Szennyvíz csatorna bővítést, a vízvezetéket, az úthálózatot, akkor nagyjából olyan 60 kilométert tesz ki ez a 3 projektum típus együttesen.
Ezt szeretnénk folytatni a következő mandátumban, mondta a politikus. Dr. Pásztor Bálint a vasúti fejlesztésekről is beszélt. Elmondta, hogy a Szeged-Szabadka vasútvonal megmutatta, hogy mennyire igénylik az emberek a vasúti közlekedést. Néhány hónap alatt ugyanis több mint 20 ezeren utaztak ezzel a járattal. Ugyanezt fogjuk megtapasztalni a Belgrád-Szabadka vagy Szabadka-Újvidék vonallal is, tette hozzá. Mint mondja, az a terv, hogy a nyárra elkészüljenek a munkálatok, a nyár folyamán fog elindulni ennek a vasúti szakasznak a tesztelése. A VMS elnöke szerint az a reális, hogy az év végén már utazni is lehessen az említett szakaszon. Kétnapos látogatásra érkezik Xi Jinping, kínai elnök Szerbiába. Alekszandar Vučić szerb államfő kiemelte, ez a találkozó jelzi Szerbia erős elkötelezettségét a kínai partnerrel való együttműködés további fejlesztésére, mind gazdasági, mind pedig geopolitikai szempontból. A kínai elnök a késő délutáni órákban érkezik a szerb fővárosba Párizsból. Belgrádban már felkészültek Xi Jinping érkezésére, amint beír a szerb légtérbe, repülőgépéhez szerbiai felségjelzésű MiG-29-es vadászgépek csatlakoznak, a belgrádi repülőtéren pedig a szerb hadsereg gárdája fogadja, 3400 rendőr ügyel majd a biztonságra. Xi Jinping 2016-ban járt legutóbb Belgrádban, 32 év után ez volt egy kínai elnök első látogatása a szerb fővárosban. Alekszandar Vučić és Xi Jinping legutóbb tavaly októberben Pekingben találkozott az Egy övezet, egy út elnevezésű konferencián, ahol aláírták a Szerbia és Kína közötti szabadkereskedelmi egyezményt. Xi Jinping kínai elnök Belgrádba érkezése előtt kijelentette, alig várja, hogy találkozhasson Alekszandar Vučić szerb elnökkel és más szerb vezetőkkel és barátokkal, akikkel megerősítik a barátságot, megtervezik a további együttműködést, és, mint hangsúlyozta, új életteret adnak a Kína és Szerbia közötti acélerős barátságnak. A kétnapos látogatás során nem csak a két ország közötti szabadkereskedelmi egyezményről lesz szó, hanem várhatóan a mintegy 400 tagot számláló kínai delegációval több mint 30 megállapodást írnak majd alá a különböző ágazatokban. A két államfő a politikai, gazdasági és technológiai témák mellett a kulturális együttműködésről is tárgyal. A pekingi delegáció egyébként azon a napon érkezik Belgrádba, amikor pontosan negyed évszázaddal ezelőtt Jugoszlávia NATO bombázása során a kínai nagykövetséget találták el, és három kínai újságíró meghalt. A két elnök találkozójának napirendjén várhatóan a globális események, de a helyi problémák is szerepelnek majd. Az eddigi gazdasági együttműködés azt mutatja, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly meghaladta 6 milliárd dollárt, és az előny a kínai oldalon van. A Szerbia javára való elmozdulás olyan új beruházásokkal lenne elérhető, amelyek a hazai termelést és szolgáltatásokat erősítenék. Az infrastruktúra, az építőipar, a természeti erőforrások kiaknázása mellett most arra lehet majd számítani, hogy a beruházások egy újabb szintre kerülnek, vagyis a kis- és középvállalkozások szektora jobban bekapcsolódik a kutatás, a tudomány, az elektronikus kereskedelem, az új technológiák és a mesterséges intelligencia területére. A szerbiai üzletemberek a két ország közötti szabadkereskedelmi egyezményben bíznak, amelyet Szerbia és Kína illetékesei több mint 6 hónapja írtak alá, és amelynek végrehajtását július 1-én kellene megkezdeni. Becslések szerint ugyanis 2030-ig csaknem 370 millió kínai lakos kerül be a középosztályba, ami azt jelenti, hogy olyan termékeket engedhetnek majd meg maguknak, amelyek eddig nem voltak elérhetők számukra. Így a szakemberek a szerb mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kínai kivitelére helyeznék a hangsúlyt. A koronavírus járvány kitörése óta ez az első alkalom, hogy a kínai vezető Európába látogat. Xi Jinping a háromállomásos körútját vasárnap Franciaországban kezdte, kedden Szerbiába, ezt követően pedig Magyarországra látogat. Vladimir Putyin letette az elnöki esküjét, ezzel hivatalosan is megkezdte 5. ciklusát. Ez rekordnak számít, orosz elnök ugyanis még soha nem volt ennyi ideig hivatalban. A ceremónia Kreml előtt, majd a Szent András teremben zajlott. Az orosz politikus a századforduló óta kormányozza Oroszországot. Márciusban újabb 6 éves mandátumot szerzett, miután megnyerte az elnökválasztást,
ellenzéki induló nélkül. Oroszország sorsát mi magunk határozzuk meg, a ma és a jövő nemzedéke érdekében, mondta beszédében Vlagyimir Putyin beiktatásán. Tankok törtek be Rafah területére, megindult Izrael szárazföldi hadművelete a gázai övezet déli részében. A palesztinok arról számoltak be, hogy százakat robbantottak fel, illetve házakat robbantottak fel Rafah egyik negyedében és az egyiptomi határát kelőhely környékén, valamint harckocsi tűz és tüzérségi lövedékek becsapódása hallatszott keletről. Izrael hónapok óta tervezi a gázai övezet déli részén található Rafah elleni hadműveletet. A zsidó államot a legszorosabb szövetségesei, köztük az Amerikai Egyesült Államok is próbálták lebeszélni a hadművelet megindításáról, mivel több mint 1 millió menekült zsúfolódott össze a térségben. A művelet mindössze néhány órával azután indult meg, hogy a Hamas bejelentette, elfogadják Izrael tűzszüneti alkuját. Izrael célja a Hamas felszámolása, ami az ország kormánya szerint lehetetlen Rafah, valamint az Egyiptom felé vezető határátkelő elfoglalása nélkül. 20 éve nem történt ilyen alapos feltérképezése a szlovákiai magyarságnak, hangzott el a Nemzetpolitikai Kutatóintézet Magyarok Szlovákiában című konferenciáján. A 2021-es népszámlálási eredmények alapján elmondható, hogy Szlovákiában a magyarság létszámának csökkenése kisebb, mint a régió többi részében. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet Magyarok Szlovákiában című konferenciáján egy teljes körű feldolgozást mutattak be az eredményekről. Ezeket többek között Rákóczi Krisztián, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, és Tátrai Patrik külső munkatárs is koordinálta. 2021-ben és 2022-ben népszámlálásokat tartottak a Kárpát-medencében, ezek adatait pedig tudományos igényességgel dolgozta fel a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Szlovákiában azt látjuk, hogy a többi régióhoz képest a csökkenés jóval kisebb volt, itt is magas, de kisebb, és a csökkenésnek az okai, számszerűsíthető okai elsősorban az asszimilációnak köszönhetőek. Nagy segítségre volt, vagy segítségünkre volt Szlovákiában is az, hogy több módon lehetett megállapítani, hogy kitartható magyarnak, hiszen több kérdés vonatkozott a magyar identitás, a magyar nemzethez való tartozás megállapítására. Magyarországon 2011-ben fogadták el az új alaptörvényt. Ez magában foglalja, hogy Magyarország a határon túli magyarságért felelősséget visel. Ezekre az alapokra tudunk azóta is építeni, tette hozzá Potápi. A szlovákiai népszámlálások adatait feldolgozó kutatáshoz ezen irányok mentén fogunk megszólítani szerzőket. A munka eredményeként 8 tanulmány jelent meg 6 szerző tollából, ebből egy angol nyelven olvasható. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet Magyarok Szlovákiában című konferenciáján tájékoztató előadásokat is tartottak a tanulmányokról. Nézzük a híradó további témáit. Elstartolt a strand szezon Újvidéken, mától lehet igényelni a szezonális belépőket. Óvatosan a kullancsokkal, a fertőzött vérszívók több betegséget is terjesztenek, ami emberre és állatra is egyaránt veszélyes. A híradó után pedig ma is lesz közügyek, amelyben ezúttal egy nyereményjáték is várja a nézőket. Loboda Árpád kollégám már is mondja a részleteket. Szia, mit tudhatunk a mai műsorról? Szia Gertrud, köszöntöm a híradó nézőit. Egy héttel ezelőtt nyereményjátékot hirdettünk, arra kértük nézőinket, hogy írják meg közösségi oldalunkon, hol találhatóak a közügyek óriás plakátjai, 4 panonos bögre talál gazdára, és egy 4 személyes murahalmi belépő a Szent Erzsébet gyógyfürdőbe. De azért mindez előtt komolyabb témáink is lesznek. Május 2-án, 2 napi parlamenti vita után megalakult az új szerb kormány. A miniszterelnök expozéjában
többször kitért a kiváló szerb-magyar kapcsolatokra. Ezeknek a részleteit elemezzük először, majd a közelgő önkormányzati választásokkal kapcsolatban Szabadka lesz a téma, mégpedig a helyi közösségek fejlesztéséről beszélünk. Így pályaválasztás előtt bemutatjuk a szabadkai Iván Szárics műszaki középiskolát, ahol több szakon is várják a magyar anyanyelvű gyerekeket. A híradó után várom önöket, tartsanak velünk! Köszönjük szépen! Elstartolt a strand szezon Újvidéken. Ez a strand az egyik legszebb és legrendezettebb strandnak számít a Duna teljes szerbiai szakaszán, amely számos lehetőséget kínál az ide látogatóknak. A szezonális belépőket mától lehet igényelni. Az újvidéki strandon 2010 óta változatlanok a belépőjegy árak. Mától elérhetőek a szezonális jegyek, melyek ára 1345 dinár, de a diákok, egyetemi hallgatók és nyugdíjasok kedvezményesen 1150 dinárért juthatnak hozzá. Május 14-től pedig a napi belépés is fizetőssé válik, amelynek ára szintén változatlanul 50 dinár lesz. Az újvidéki strand valódi kincsként szolgál a lakosok számára. Legyen szó kikapcsolódásról, családi piknikről vagy baráti találkozóról. A látogatók a város zajától megpihenhetnek, fürödhetnek, vagy éppen egy hideg italt kortyolgathatnak a nagy hőségben. Kad sem bila mlađa, na strand sam dolazila stalno preko leta, to mi bilo kao zamena za more, išla sam i na more, ali uvek posle ovde i sa društvom sam ceo dan vistila, jako je prijatno, opuštajuće, zabava, muzika, sjajno je. Sada kada imam dete, sa njim stalno dolazim ovde, on voli vodu, da se igra, ima puno igrališta za decu, tako da je savršeno i za porodice, i za mlade, za sve. Dolazim na strand još od početka aprila, svaki dan kad je sunčano. Ovde mi je relaksacija, odmor, mir, tišina, priroda, voda. Ništa lepše od toga. Az újvidéki strand idén is számos kulturális és rekreációs programmal várja az érdeklődőket. Od 1. maja na plaži prisutna i ekipa prve pomoći i spasilačka ekipa kako bi kupači pre svega bili bezbedni. To jeste ono što je najvažnije, a naravno toliki broj sadržaja od dečjih igrališta, sportskih terena, biblioteka koja na štrandu daje mogućnost posetiocima da čitaju i nađu svoje mesto u hladu. Govori o tome da štrand zaista ima sadržaj za sve uzraste od najmlađih do najstarijih sugrađana. Az értékmegőrző kabinok éves bérleti díja a kisebb kabinok esetében 15 ezer dinár, míg a nagyobbakért 20 ezer dinárt kell fizetni. A strand használatát egyébként május 14-től kezdik megfizettetni, fürödni pedig reggel 8 és este 7 óra között lehet. A jó idővel együtt újra itt a kullanyszezon is. A fertőzött vérszívók több betegséget is terjesztenek, ami emberre és állatra is egyaránt veszélyes. Fontos a folyamatos ellenőrzés, hiszen csak így tudjuk felmérni, hogy van-e a test bármely pontján kullancs. A járványügyi szakember és az állatorvos is a megelőzésre hívja fel a figyelmet. Az enyhe telek miatt már nincs hagyományos értelemben vett kullancs szezon, ami tavasztól késő őszig tart. Szinte egész évben tartani kell a vérszívóktól. Szabadkán és környékén is egyre többen töltik szabad idejüket az erdős fás területeken. Ezeken a helyeken azonban gyakran találkoznak kullancsal. Ami viszont a város központjához közel található sétaerdőt illeti, itt idén a legtöbben még nem láttak ilyen vérszívót. Nije bilo problema do sad. U Dudovoj šumi mi ja često dolazim, recimo, skoro dnevno. I niste videli? Nismo ni pokupili. A kullancsokkal nem is lenne semmi gond, ha az emberen élősködve nem okoznának különböző betegségeket. Ha megtörténik a baj, javasolt, hogy minél előbb eltávolítsuk a kullancsot. Erre pedig tökéletes eszköz lehet egy egyszerű csipesz is. A szakemberek szerint minél tovább van a kullancs a testen, annál nagyobb esély van arra, hogy a kórokozók bejussanak a szervezetbe. Nálunk Vajdaságban beszélünk Lyme kórról, de ha megyünk kicsikét nyugatra, tehát már Horvátországban vagy Magyarországon, Dunántúli régióban, itt már regisztrálható a kullancsos enkefalitis.
Persze kuloncsok bírnak terjedni még néhány fertőző betegséget, mint a krimkongo hemorágiás láz, aztán a tularémia, vagyis a nyúlpest is, kiúláz, és így tovább lehetne sorolni. A kullancs nem csak az embert veszélyezteti, hanem a házi kedvenceinket is. Dr. Szabó Batancs tíme állatorvos elmondta, az alapos bundavizsgálat mellett a megelőzés talán még fontosabb, és havonta kell szinte egész évben kullancsellenes készítményekkel kezelni kedvenceinket. Cseppekkel, tablettákkal, spréjjel, kullancsellenes nyakörv használatával. Többféle betegséget is tudnak a kullancsok közvetíteni, valójában ők, nem ők okozzák a betegséget, hanem a kórokozók, amelyeket ők közvetítenek a vérszívás által. Tehát például a kutyáknál babéziózisról tudunk beszélni, erlihiózisról, és a többi, és a többi. Tehát én megint csak a megelőzésre tenném a fő hangsúlyt, tehát hogyha megfelelően védekezünk ellenük, akkor minden rendben lesz. A kullancsok nagy része az aljnövényzetben húzódik meg. Nagyon fontos a védekezés ellenük, hiszen a vérszívók akár több generáción keresztül is képesek hordozni a fertőzéseket. A szakemberek szerint fontos lenne az is, hogy házunk táját, udvarunkat, kertünket is védjük a kullancsok ellen különféle szerek segítségével. Ezeket nálunk a legtöbb növény- és állatpatikában meg lehet vásárolni. Az orvosok szerint pedig még egy hasznos tipp, hogyha időben elkezdjük magunkat is védeni a kullancsok ellen különféle spréjek segítségével, amelyeket magunkra fecskendezünk, és ha a természetbe indulunk, ne felejtsük otthon a csipeszeket. 28. alkalommal rendezték meg a Cserép Aljai Fiáker szemlét. A parád és kocsik és lovak nemzetközi szemléjére a délbánáti Cserép Aljára egész Szerbia területéről érkeztek a lovasport kedvelői. 32 évvel ezelőtt rendezték meg első alkalommal az ortodox húsvét másnapján a lótenyésztők és nemes állataik bemutatkozását Cserép Alján. Volt néhány év kihagyás, így idén 28. alkalommal érkeztek a versenyzők a délbánáti településre. Svake godine dolazimo u Cerepaju na Fijekerijadu, prosto volimo konje, obožavamo to druženje, navijamo i tako dalje. Inače, mala Nika ima 5 godina. Az idén több póni lovasfogat is volt a versenyzők között. A legifjabb fogathajtó Nika Beleslin volt, aki édesapjával Nagy Kikindáról érkezett és imádja az állatait. Pa, igram sa s njima četkaim, čistim kopita i ja ih šetam, jašem ih. A délbánáti Cserép Alján a lótenyésztés hagyománya több mint 2 évszázada fennáll, akárcsak maga a település is. Ma már a lovakat csak kedvelésből, szeretetből tartja, mint egy 15 család a faluban. Konje držimo, znači ceo život imamo konje, nikad nismo bili bez konja, to je jedna velika ljubav i ovaj ima tu dosta odricanja i svega, ali na kraju kad se upregnu fijakeri, kad se proteraju, to je nešto neopisivo. Cserép Alján 1993 óta működik a lovasklub. Branislav Jankov elnök örömét fejezte ki, hogy 3 évtized után kilátás van arra, hogy a lovasklub saját helységeket kapjon, ahol tagjai végezhetik tevékenységüket. Tudjuk napraviti sve te pekare da donesemo iz naših vitrina, da ih stavimo tamo i da napravimo neki kutak, da kogod hoće da dođe da vidi od davnina, od 30 godina nazad, kako se razvio konjički sport u Trebaji. To je cilj. A látványos bemutatkozást szép számú közönség és egy 5-tagú bizottság kísérte végig. Több kategóriában díjazták az első 5 helyezés nyerteseit. Fijekerijada je revijalna, znači da se prikaže hod konja, uparenost konja, da se prikaže oprema, fijakeri, vozači i sve to u nekom skladnom odnosu da bude jedno sa drugim prema tim već ustaljenim kriterijama. Az egésznapos rendezvényt a tartományi regionális fejlesztési régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság, Antalfalva község, a cserépaljai helyi közösség és helyi magánvállalkozók támogatták.
Ma este ismerté válik a labdarúgó bajnokok ligája első finalistája. A Paris Saint-Germain egy gólos hátrányból fogadja a Borussia Dortmundot a BL elődöntőjének visszavágóján. A két csapat ebben az idényben már negyedszer találkozik egymással. A csoportkörben a francia együttes házigazdaként 2-0-ra diadalmaskodott. Ez most a továbbjutást jelenteni Luis Enrique tanítványainak, hiszen a párharc első mérkőzésén 1-0-ra kaptak ki Németországban. A 21 órakor kezdődő összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti. És még egy kis foci, a Kragujevaci Radnički csapatát fogadja a TSC a labdarúgó Superliga bajnoki rájátszásának következő fordulójában. A topolyai együttes pedig egy esetleges győzelem esetén bebiztosíthatja harmadik helyét a tabellán, hiszen ellenfeleik már nem tudnák őket utolérni a hátralévő három fordulóban. A mérkőzés szerda délután 4 órakor kezdődik a TSC arénában. I sigurno da očekujem veoma izazovnu i zahtevnu utakmicu, utakmicu koja vredi puno i za njih i za nas, sa puno duela, kao što je bilo u ostalom i ona prva koju smo sa njima odigrali. Mi na drugačiji način potpuno od njih se pokušavamo da kontrolišemo igru, pa ćemo vidjeti u zavisnosti od toga ko kome bude uspeo da nametne to što želi, imaće već šanse za pobedu. A híradó végén következzenek kiemelt témáink még egyszer. A VMS 8 államtitkára a magyarság számára fontos ügyekért fog dolgozni a következő mandátumban is, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádióban dr. Pásztor Bálint. Szerbiában tárgyal majd Xi Jinping kínai elnök. Letette az elnöki esküjét Vlagyimir Putyin. Oroszország régi új elnöke ezzel hivatalosan is megkezdte 5. ciklusát. Nem jött létre a tűzszünet Izrael és a Hamas között, bevonult Rafahba az izraeli hadsereg. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk továbbra is, hisz rövidesen kezdődik a közügyek, abban pedig majd a sorsolás. Én legközelebb 8 órakor várom önöket híradóval. Viszontlátásra!